Ünnepélyes aktussal vette kezdetét a Tolna megyei közgyűlés soros ülése. A képviselők titkos szavazással társadalmi alelnökké választották Zsikó Zoltánt. A megválasztott képviselő azt mondta, bár le kell mondania eddigi Bátaszéken viselt tisztségéről, tervei szerint a jövőben többet tud majd tenni a térség érdekében. Lehetőségem lesz ezáltal még többet tenni a szülőfalumért, még többet fogok tudni majd tenni Szekszárdért, Bátaszékért és a térségért és Tolna megye fejlődéséért. A megyei közgyűlés kidolgozta a következő ciklus területfejlesztési koncepcióját. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a rendelkezésre álló 45 milliárd forint felhasználására a települési vezetők és az országgyűlési képviselők javaslatai alapján született döntés. Itt arról kell tulajdonképpen dönteni, hogy az a 45 milliárd forint, ami a következő ciklusban várhatóan erre a topos rendszerre majd jut, ezt milyen arányból osszuk el a járási székhelyek, kis települések, városok, falvak, tehát hogy mindenki jól lakjon, mindenki megkapja azt, amit szeretne építeni, fejleszteni a következő ciklusban. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az elmúlt ciklusban elvégzett fejlesztések közel 40 milliárd forintot emésztettek föl, melyek jó alapul szolgálnak a következő évekre, hiszen számos olyan ötlet érkezett be a javaslatok közé, mely a megkezdett beruházások folytatására fordítaná a forrást. Fehérvári Tamás azt is kifejtette, a tervezet nincs kőbevésve, így alkalmasint belső átcsoportosításokkal további ötletek is kaphatnak pénzügyi támogatást.